Dr. Bonc László az EGRI járási hivatal vezetőjének tájékoztatása szerint január 15-én lépett hatályba az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi a ceglédi ügy útjainak rendkívüli állami kárrendezését. A február 28-ai határidő jogvesztő hatályú. Erre az állami kárrendezése segítségre azon természetes személyek jogosultak, akik 2017. május 1 és június 30 között a Humán Operátor ZRT feladat ellátásában részt vettek, és a járandóságokat nem kapták meg. Feltétele ennek, hogy polgári úton ezt a kárigényüket még nem érvényesítették, illetve amennyiben a kormányhivatalokon keresztül kívánják érvényesíteni ezt a kárigényt, akkor ettől a polgári úttól el kell térniük, tehát azt a eljárás megszüntetni. A kormányablakokban benyújtott kárrendezési kérelemhez csatolni kell a jogosultságot alátámasztó dokumentumokat, különösen a feladat teljesítése, annak jellegére, helyére, időtartamára vonatkozó iratokat. Aki nem rendelkezik ezekkel, az büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tehet, amiről a kormányablak munkatársai jegyzőkönyvet vesznek fel. Ha a kérelmező jogosultságát megállapítják, akkor a kárrendezés összegét a Magyar Államkincs folyósítja. Ceglédi Csaba, az MSZPADK és az Együtt Szombathelyi Önkormányzati Képviselője és társai ellen bűnszervezetben üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette, és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. Ez szerint a Ceglidi vezetésével létrejött szervezet 2011 és 16 között diák munka közvetítéssel foglalkozott, és el akarta kerülni az ezután járó közterhek megfizetését. A gyanú szerint csaknem 3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.